Jó estét kívánok! Önök a Háttér című magazin műsorunkat látják. Én Rozsnya Endre vagyok, és köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Palánc Györgyöt, a BSC Széchenyi István két tanítási nyelvű közgazdasági technikum és kollégium igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a televízió nézőket! Nagyon sok témáról kell ma beszélnünk, szóval vágjunk is bele a közepébe. Ugye itt a felkonferálásnál, a bemutatásnál mondtam azt, hogy az intézmény nevében benne van az, hogy technikum. Mit jelent az, hogy technikum? Mi ez? Hát a technikum az a szakképzés egy új rendszere. Ugye itt az elmúlt években változáson esett át a szakképzés és ennek egy új képzési formája lett ez a technikum, ami tulajdonképpen egy kicsit összesíti a korábbi szaggimnáziumi és az erre épülő érettségit követő egyéves képzést. Ez azt jelenti, hogy azok a tanulók, akik a technikumi évet vagy évfolyamot kezdik el, ők öt év alatt érettségi vizsgát szereznek, az érettségi vizsga ötödik tárgya az a szakmai tantárgy lesz, de ez nekik a szakmai vizsgai Egyben. Tehát egy olyan szintű papírt kapnak, ami, ami, ami korábban a technikusi végzettséggel egyenértékű volt. Ezzel, ez azzal is jár, hogy a képzési idő egy évvel megnő, de számos egyéb előnye van még annak, hogyha valaki technikumba akar járni, amellett, hogy egy nagyon magas szintű szakmai tudással rendelkezik. Az előnyök közé tartozik az többek között, hogy a tanulók kezdettől fogva, ösztöndíjban részesülnek. Ez az első két évben egy alapösztöndíj, aztán a tizedik év végén, amikor ők egy ágazati alapvizsgát tesznek, onnantól pedig a tanulmányi átlagnak megfelelő ösztöndíjban tudnak részesülni, ami egy 4,5 fölötti tanuló esetében havonta több mint 50 ezer forint. Tehát ahogy látjuk egyébként ez nagyon motiválja is a tanulókat, hiszen azt gondolom, hogy ez már több mint zseppénz, tehát érdemes minél többet belefektetni a tanulmányokba is hiszen ennek ennek így eredménye e, ilyen szempontból is érvényesülhet. Aztán e, további előnye a technikumi rendszernek az, hogy e, amennyiben a szakképző intézmény rendelkezik megállapodással felsőoktatási intézménnyel, tehát egyetemmel, főiskolával, akkor e, az itt tanult tananyagok egy része az, az majd beszámítható az egyetemi tanulmányokba, azaz lesznek olyan tantárgyak, amelyeket esetlegesen majd nem kell elvégezni. Tehát igaz, hogy itt ugye egy évvel többet kell majd a középfokú oktatásban részt venni, de ez akár le is rövidítheti majd a felső oktatási ö, időszak, ö, időszakot a, 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 a későbbi hallgatók számára. Egy tisztázó kérdésem lenne, szóval, ha jól értem, akkor az első két évben mindenki, minden diák kap ösztöndíjat, és akkor a harmadik évtől van ez a, a jegyek alapjáni ösztöndi átadás? Így van, így van. Tehát az alapösztöndi az, az mindenkinek jár. Hát vannak egyébként olyan tényezők, amivel majd kizárhatja magát egyébként a tanuló, igazolatlan hiányzások és egyebek, de alapvetően ott még tanulmányi eredménytől függetlenül jár az összeg. De a súlyozott az majd az évfolyam, a 11. évfolyamtól kezdve áll rendelkezésre. Nyilván a cél az, hogy mindenki tovább tanuljon, de mi történik azokkal, akik úgy döntenek, hogy nem szeretnének tovább tanulni? Ő hogy látja, hogy a munkaerőpiacon az, hogy valaki technikumot végzett, és nem egy, hát egy hagyományos érettséggel van, ez számít valamennyit a cégeknél? Hát a, a, alapvetően igen, tehát ha valaki a munka világába szeretne elhelyezkedni, akkor ez már olyan mélységű szakmai tudást jelent, amivel, amivel valóban el lehet látni a munkaköröket, amelyekre a munkaerőpiacnak szüksége van. Mondjuk a mi intézményünkből hagyományosan egyébként tovább tanulnak a gyerekek, tehát azt gondolom, hogy a 80 százalék, inkább, inkább a 90 százaléka a mi tanulóinknak előbb-utóbb egyetemre vagy főiskolára megy, de aki mégsem ezt tenné, ők ezekkel az általunk kínált szakképesítéssel záruló technikumi képzések után azt gondolom, hogy, hogy jól el tudnak helyezkedni. Akkor nézzük át, hogy milyen képzések vannak az intézményben. Alapvetően nálunk a képzések négy technikumi ágazatban elérhetőek, és ezeket is két csoportra tudnám bontani. Először talán a két csoportot mondanám el. Vannak eh, magyar nyelvű képzések, ezek hagyományos módon folynak úgy, ahogy eh, bárhol máshol, és eh, két tanítási nyelvű képzések is. Egyébként nagyon kevés két tanítási nyelvű eh, szakképző intézmény van, Békés megyében nincs is másik, kizárólag a miénk. Ennek pedig az az előnye, az a specialitása, hogy eh, egy nyelvi előkészítő évfolyamot követően, ahol az angol nyelvet eh, igen, igen nagy mélységben ismerik meg, ami alkalmasá teszi őket arra, hogy a későbbiekben majd angol nyelven tanuljanak bizonyos tantárgyakat, és bizonyos tantárgyakból angol nyelven is tudnak majd érettségizni. És hogyha ez néhány más feltétellel gyakorlatilag teljesül, akkor ők felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű érettségi bizonyítványt kapnak, ami amellett, hogy nyilvánvalóan egy nagyon értékes nyelvtudást jelent, de ez azt gondolom, hogy a valóságban is így van. Tehát a tanulóink a képzési idejük felét követően már, már nagy részt folyékonyan beszélnek angolul, tehát akár probléma nélkül át tudnak váltani a társalgásban magyarról angolra, és arra is van lehetőség, hogy a tehetségesebb gyerekek szakmai, akár közép, akár felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek. Tehát ez, ez, az oly mértékű nyelvtudást, olyan, olyan nyelvi kompetenciákat jelent, ahová, ahová azt gondolom, hogy a, hogy a, hogy a legjobb tanuló gyerekek mindenféleképpen nagyon komoly perspektívákkal jelentkezhetnek ami még fontos, és ez sem jellemző egyébként a szakképző intézményekre, hogy ezen képzéseink esetében második idegen nyelv tanulására is tudunk lehetőséget adni. Az első nyelvi előkészítői folyamon kötelező jelleggel választ egy nyelvet, akár spanyolt, akár németet ö, ö, választhat, ezt a nyelvet utána, utána évente egy-egy döntéssel tovább lehet vinni. Hát nem kötelező a második idegen nyelv tanulása, de van rá lehetőség, ami, ami, akár, hogyha valaki kellő energiát fektet bele, kellő szorgalommal rendelkezik, kellő kitartása van, akkor akár egy középfokú nyelvvizsgára is elegendő lehet, de, 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 egy, de egyfajta társalgási szintet, ha 5-6 éven keresztül tanulja nálunk ezt a második idegen nyelvet valami, valaki, arra, arra, arra természetesen elegendő ez a fajta nyelvismeret is. Tehát ez a két típusa van alapvetően a képzéseinknek. A a, a a négy ágazatból pedig ugye az első, az a klasszikus ö, ö, gazdálkodás menedzsment ágazat. Itt mi két ö, Szakképesítést, végzettséget tudunk kínálni a pénzügyi és számviteli ügyintézőt, illetve a vállalkozási ügyviteli ügyintézőt. A pénzügyi és számviteli ügyintéző az az a mi intézményünk egyik klasszikus képzése, ahol alapvetően azokat a gyerekeket várjuk, akiket érdekel a matematika, akiknek a, a, a logikai képességük jó, akik szeretnek a számok világával foglalkozni, és, és akiket érdekel, a gazdaság világa, hiszen alapvetően ilyen tantárgyakat fognak majd tanulni. Tanulnak majd számvitelt, tanulnak majd adózást, tanulnak majd gépi könyvelést, és, és egyéb olyan tárgyakat, amelyek ugye a pénzügy világát hozzák hozzájuk közelebb. Ennek az ágazatnak a másik választható területe az ugye a, az, az ügyviteli vállalkozási és ügyviteli ügyintézői szakirány, itt pedig ugye alapvetően olyan ismereteket sajátítanak el a tanulók, amelyek arra teszik őket alkalmassá, hogy egy vállalkozás mindennapos ügyeit intézze. Azaz, akár önálló vállalkozást is tudnak majd a későbbiekben sikeresen irányítani, tehát a KKV szektorba való elhelyezkedésük az, 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 az ezáltal jelentősen elősegített, de nagyobb vállalatok ilyen jellegű ügyeinek az intézését is el tudja végezni az, aki a vállalkozási ügyviteli ügyintézői képzést választja. Itt, itt nyilván tanulnak egy kis titkári, kommunikációs és egyéb olyan tantárgyakat is, amelyek, amelyek nyilván ezt segítik elő, de természetesen a gazdálkodás, menedzsment ágazat ismereteiből is. Egy, egy egy nagy ö, 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 adag ö, van a tantárgyak sorában, tehát a kettőnek egyféle, egyféle keveréke ez alapvetően. A pénzügyi és számviteli ügyintézői képzésünk elérhető magyar nyelvű formában, és elérhető két tanítási nyelvű képzés keretein is belül, ö, és mind a, mind a két. Típusú képzéshez, hogyha valaki ezt választja, akkor szükséges a felvételi, központi felvételi megírása magyar nyelvből és matematikából is. A vendéglátás-turizmus ágazatunkban nálunk a turisztikai technikusi képzés az, ami, ami alapvetően választható. Ez klasszikusan a szállodaipari szakembereknek a képzése. Tehát majd a későbbiekben, főként nyilván megfelelő felsőfokú tanulmányok után a szállodák vezetését, üzemeltetését és az idegenforgalom világát tudják megismerni a tanulók. Itt nyilván megint nagyon fontos a nyelvismeret, hiszen ezen a területen ez azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen. Éppen ezért ez a képzésünk is elérhető két tanítási nyelvű formában is, de magyar nyelvű formában is. A magyar nyelvű képzésünkre nem kell felvételit írni, a két tanítási nyelvű képzésre pedig, pedig ez, ez, ez szükséges. Viszonylag új ágazat nálunk, a, a sportágazat, ahol sportedzői képesítés szerezhető. Itt meg kellett neveznünk egy egy sportágat is, ez nálunk a kézilabda. Ugye a közgét nagyon sokan a város egyik legsportosabb iskolájának tekintik, hiszen, hiszen az elmúlt évtizedekben nagyon sok kiváló eredményt értek el a tanulóink, olyannyira, hogy, hogy olimpiai bajnokok is hosszú évtizedekre visszamenően is vannak, akik valamikor közgések voltak, és, és a, az elmúlt évtizedekben a kézilabdával, a Békés Csabai előre női kézilabda sportegyesülettel sikerült olyan kapcsolatot kialakítani, ami a legtehetségesebb kézilabdázók közgébe való Felvételét vagy irányulását is eredményezte. Nyilvánvalóan megfelelő ö, tanulmányi előmenetel az, az, az szükséges és, és természetesen indokolt volt, de de valamiért az, az a hagyomány alakult ki, hogy nagyon sok kézilabdázó fiatal választotta a közgét. És úgy gondoltuk, hogy a klasszikus ágazataink képzéseink mellett megpróbálkozunk egy számukra, talán közelebb álló képzés elindításával is, és így, így jött ez a sportágazat és a sportedzői képzés, mert egyébként a tapasztalatunk is az volt, hogy a sportorientálódású, sportorientáltságú tanulók, ők, ők nagy előszeretettel választották a sportirányú vagy rekreációs felsőoktatási intézménybe való továbbtanulás lehetőségét. És hát ugye a legújabb nálunk választható ágazat az a rendészet közszolgálat ágazat, és ugye ezek az ágazatok mindig összetettek, nálunk a a közszolgálat ágazaton van a hangsúly, mert ez a közszolgálati technikusi végzettség az, ami elérhető. Tehát nem az egyenruhás képzések vannak nálunk preferálva, előtérbe helyezve, és egyáltalán a választhatóságra. A képzési kínálatunkban megjelenítve, hanem, hanem, hanem a közszolgálati technikus, ami nálunk irányzat tekintetében a közigazgatási ügyintézői irányt jelenteni. Tehát azok, akik akik humán beállítottságúak, akik érdeklődnek az állam ügyei iránt, akik, akik érdeklődnek az állam felépítése iránt, akik el tudják képzelni a jövőjüket a közigazgatásban, el tudják képzelni a jövőjüket az önkormányzati igazgatásban esetlegesen, nekik kimondottan ajánlott ez a képzés. Ez is két tanítási nyelvű formában érhető el nálunk, viszont ez kizárólagosan csak két tanítási nyelvű formában érhető el, mert az a célunk, hogy a nálunk végzett tanulók, ők akár a közszolgálati egyetem irányába tudjanak tovább lépni, ahol már a nemzetközi tanulmányok világa nyílik meg előttük, ugye a diplomácia területe, az államigazgatás legmagasabb szintje, tehát azt gondoljuk, hogy két idegen nyelv oktatásával, amiből az egyik az nagy valószínűséggel felsőfokú szintű lesz, nagyon komoly az államigazgatásban, közigazgatásban dolgozó szakemberek képzését jelenthetné. Még a nyelvekre egy picit visszatérve, ott az első nyelv az mindenképpen az angol, vagy már az elsőt is lehet választani? Nálunk az első nyelv az mindenképpen az angol. Próbálkoztunk és tettünk kísérletet arra, hogy más nyelveket is esetleg megjelöljünk, de nem, nem mutatkozott rá igény. Tehát alapvetően itt a Békés Csabai, Békés megyei fiatalok körében az angol nyelv a legpreferáltabb. Ja, azt lehet látni, hogy aki reál jobb, vagy azt szereti, aki humán tantárgyakban jobb, azt szereti, azoknak is van képzés, illetve aki a sportokat szereti, azoknak is van képzés. Milyen tanulmányi eredményekkel érdemes megpróbálkozni, felvételizni? Hát alapvetően mi azok közé az intézmények közé tartozunk, ahová nehéz bejutni. A közgében mindig is magas túljelentkezéssel találkoztunk, és ez, ez nem változott. Én azt gondolom, hogy azért egy 4,1-2-es átlagú tanuló reális eséllyel juthat be, de azért nehéz ezt megmondani, mert minden évben a, az, a felvételizőknek az összetétele határozza meg azt, hogy mennyi lesz a felvételi pontszám. Tehát, hogyha a, legjobb tanuló 3,8-as átlagú lenne, akkor nagy valószínűséggel 3,5-tel is be lehetne jutni. Azonban, ha ha 4,5 alatt meg nincsen jelentkező, akkor, akkor nagy valószínűséggel még lehet, hogy egy 4,5-ös átlagú tanuló se tud esetlegesen felvételt nyerni hozzánk, ami azt jelenti, hogy néhány, néhány négyese van neki csak de az elmúlt évek tapasztalatai alapján alapvetően az a kép rajzolódik ki, hogy egy, egy, egy jó erős 4-es, 4,12-es tanuló be tud jutni az intézménybe. Természetesen nagyon sok kitűnő tanuló is jelentkezik hozzánk, de én, én, én nyilván nem csak a kitűnő tanulókat biztatom, hogy adja be a jelentkezését hozzánk. Ami egyébként február 22-ig megtehető még, tehát aki esetleg nem döntötte el azt, hogy hová szeretne menni tovább tanulni, akkor, akkor én, én én jó szívvel javaslom a, az intézményünket. Mennyire tud segíteni az intézmény azoknak a diákoknak, akik messzebbről szeretnének ide járni ebbe az iskolába? Van-e valamilyen lehetőség a kollégiumi ellátásra? Természetesen van lehetőség kollégiumi ellátásra is. Van kollégiumunk, ez az egykori Arany János kollégium, ami ugyan nincsen összeépítve az iskolával, tehát be kell járni a kollégiumból, de egy olyan kellemes, nyugodt környezetben található, ligetes, erdős környezetben az csatorna partján, ami egyébként más szempontból meg ideális lehetőséget nyújt a pihenésre és a, és a következő napokra, dolgozatokra, vizsgákra való felkészülésre. A tömegközlekedés az, az, az kimondottan jó abból az irányból, így, így viszonylag gyorsan be tudnak jönni azok. Akik, akik esetleg a kollégiumi ellátás lehetőségét választják. És azért az is nagyon fontos, hogy hogy hozzájuk hasonló érdeklődésük körül gyerekekkel lesznek majd egy szobába, nagy valószínűséggel akár az osztálytársaikkal, évfolyamtársaikkal így hát, így hát ez, ez nyilván segíti a, a, a közösségépítést, és, és, nyilván a, a, tanulmányi előmenetelt is, 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 elő tudja segíteni. Egy picit öncélúan válogatva itt a képzések között, én még a sportképzésre kérdeznék rá egy rövid kérdés erejéig. Uh, ugye itt még nincsen végzős osztály, még nem volt, ezt beszéltük a magazin műsor előtt még. Eddig milyen tapasztalatai vannak igazgatónak ezzel a képzéssel kapcsolatban, mennyire szeretik a diákok, illetve az intézmény hogyan látja? Én úgy gondolom, hogy a, hogy a tapasztalatok mindenféleképpen pozitívak. Ahogy ugye említettem, az, a, a, a mi sportolóink ö, ö, zöme alapvetően ebbe az irányba, amely sportágnálunk nálunk meg van jelölve, tehát a kézilabda irányába elkötelezett. Ez egyébként nem azt jelenti, hogy csak kézilabdázók jelentkezhetnek ide, és a képzés is... Ö, azt bizonyította, itt az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy, hogy, hogy jönnek focisták, jönnek atlétikások, jönnek úszók, vízilabdázók, tehát hogy, tehát hogy igazából aki a sport iránt egy kicsit érdeklődik, ők, ők, ők szívesen választják ezt a képzést. És azt gondolom, hogy a, a, a munkatársaim kimondottan lelkesen álltak ennek a, ennek a képzésnek az élére, hiszen közöttük vannak olyan sportolók is, akik amellett, hogy korábban az adott területen él sportolók voltak, amellett testnevelők, és jelenleg is edzőként dolgoznak. Tehát ez, ez mindenféleképpen egy, egy nagy pozitívuma, hogy, hogy, hogy komoly belső meggyőződés is áll a kollégáimnál a, a képzés hátterében. Még néhány rövid kérdésre van időnk. Ugye gondolom, hogy amit az elhangzottak alapján, azért a két tanítási nyelvi iskola hallatán, az Erasmus Plusz program az egy fontos program az iskolában, a diákoknak is, és az intézménynek is. Így van, az elmúlt években ö, több pályázatot adtunk be, amelyek szerencsére sikeresek voltak, így a tanulóink ö, lehetőséget kaptak arra, hogy külföldön végezzenek ö, szakmai gyakorlatot. Így tudtak kijutni többek között Máltára, így tudtak kijutni Nagy-Britanniába. Nyilván ez a vonal a, a brit uh, uniós tagság megszűnésével megváltozott, de ettől függetlenül ez is egy nagyon jó lehetőség volt egészen addig, amíg ez uh, működni tudott, de ennek a helyére újakat. Uh, Keresünk, új, új, új kapcsolatokat építünk és uh, alakítunk ki. Németországban, Német Szállodaszövetséggel Észak-Rajna-Vesztfáliában van nagyon jó kapcsolatunk, oda is tudnak a tanulók uh, nyári szakmai gyakorlatra kimenni, de Svájcba is, emellett uh, Cipruson is uh, voltak, uh, Spanyolországban, uh, Portugáliában. Tehát tényleg, tényleg egyre szövevényesebbé válik, szertágazóbbá válik a nemzetközi kapcsolatainkban. Uh, Lehetőségek, így, így, így azt gondolom, hogy hogy ez is egy, egy fontos szempont lehet egy hozzánk érkező tanulónak, hogy ha van kellő motivációja, van kedve hosszabb időt külföldön tölteni, ezáltal nyelvileg, szakmailag és kulturális területen is gyarapodni, akkor meg lehet a lehetősége rá. És akkor a műsor végére még kettő nagyon gyors kérdés van, ezek technikai jellegűek, de nagyon fontosak, meddig lehet jelentkezni az intézménybe? február 22-ig lehet benyújtani a jelentkezési lapokat, tehát még, még, senki sincsen elkésve, ott nyilván föl lehet állítani egy sorrendet, és még a későbbiekben is lehet a sorrendet módosítani, de, de alapvetően, alapvetően február 22 Úgyhogy ja, most nagyon sok mindent elmondtunk, nagyon sok információt megosztottunk a nézőinkkel, de biztos lesznek olyanok, akik szeretnék ezt elolvasni, vagy más máshonnan is információt gyűjteni, ez hol tehetik meg, és hogyan? A, az elektronikus felületeinken minden információ megtalálható. A honlapunk az a sixi.hu, illetve a, a, Facebook oldalunk naponta frissülő tartalmakkal jelentkezik, ahol, ahol bemutatjuk az iskolát, ahol, ahol, képet kaphatnak a szülők is a tanulókkal, a leendő tanulóinkkal arról, hogy milyen közösségi élet folyik nálunk, hogy milyen versenyeredményeink vannak, hogy tanulmányi területen milyen, milyen eredményekkel büszkélkedhetünk. Tehát majd, majdnem minden nap kerül fel új tartalom, és minden felületünkön ott vannak azok az információk is, amit a, amit a felvételizőknek, a leendő közgéseknek tudniuk kell. Igazgató, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdésre. Én is köszönöm a lehetőséget. A nézőinknek köszönjük a figyelmet, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!